Az idei Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál a járványügyi helyzet ellenére bőséges filmkínálattal szolgál, különösen ami a magyar produkciókat illeti. 3 nap alatt 8 magyar filmet vetítenek. Ma Szász Attila Apró mesék című filmjének egyik főszereplőjével beszélgetünk, Molnár Leventével. Szervusz! Szervusz, Jucika! Örülök, hogy látlak! De kicsit messziről kapcsolunk téged, mindjárt elárulom honnan. Ez hihetetlenül aktív filmes életed van. Legutóbb Los Angelesből kapcsoltunk az Oscar-díját adásról. Persze azóta rengetegszer beszélgettünk, és sok aktuális szerepedről is. Most Londonban vagy. Igen. Mit csinálsz ott? Ez most így adódott, hogy én éppen engem Londonban talált ez a helyzet. Úgyhogy innen szeretettel üdvözlök mindenkit, kedves tévénézőket, barátokat, rokonokat, ellenséget, mindenkit. Gondolom, hogy egy kicsit leállt a filmes aktivitásod, és jól is jött neked ez a szünet, hiszen rengeteg filmben játsztál az utóbbi időben. Abba is maradt néhány forgatás, hogyha jól tudom. Legutóbb Svájcban forgattál. Igen, az egy olyan forgatás volt, aminek az egy nagyon jó érzés, nagyon jó élményű forgatás volt, amit sikerült befejeznünk. Majd aztán, ami aztán következett volna, onnantól kezdve kezdődött ez az én életemben is ez a tánc, mint mindenkinek az életében. Úgyhogy, ahogy mondod, ajándékba kaptunk egy kis szünetet, amikor érdemes gondolkozni, átgondolni, örülni, együtt lenni és vigyázni egymással. Valami ilyesmikre próbálom kihasználni én is ezt az időszakot. Hogyan követed a TIFF-et Londonból? Azt megszoktuk, és rólad nagyon sokan tudják, hogy a TIFF-nek mindig nagyon aktívan részese vagy éveken keresztül. Nem csak a filmjeidet vetítették, vagy a filmeket, amiben te is szerepelsz, hanem aktívan dolgoztál is minden évben a TIFF-en. Hanem filmeket is vetítettem ugye a Hajdanában, és lényegében a barátaim csinálják ezt a fesztivált, megtisztel a barátságuk. A tavaly sikerült egyetlen egy napra ott lenni, az idén még ez az egy nap sem jött össze, pedig lásd, ott van ez a film, amire mindenkit szeretettel hívok, megy ma is, meg holnap is a fesztivál keretén belül. Szász Attilának az Apró mesék című filmjéről beszélek. Nagyon szeretném, hogyha megnézhetnénk, teljesen másképp szerettem volna, hogyha ezt most meg tudjuk nézni, ugye, de hát mint minden alkalmazkodunk ahhoz, ami van. Most ezt így fogjuk megnézni. Beszéljünk akkor egy kicsit a filmről, hiszen lehet még, remélem lehet jegyet váltani, még néhány jegy volt egy órával ezelőtt, megnéztem. Nagyon kelendőek a jegyek, tehát ma éjfélkor vetítik ezt a filmet, Szász Attila Apró mesék című filmjéről van szó, amely a második világháború utáni időkben zajlik. Egy kicsit beszél erről a filmről, illetve a forgatási élményeidről. Nagyon jól mondtad, nagyon pontos információkat közöltél. Ez a második világháború utáni pezsgő, forgalmas, szétszórt, kicsit kaotikus, ugye, sőt, nagyon kaotikus időszakban játszódik. Romantikus, szerelmi thrillerről beszélünk, így határozták meg Attila, Szász Attila és Köbli Norbert, ugye, a műfaját ennek a filmnek. Én ezt úgy mondanám, hogy ez egy olyan film, ami egy tartalmas szórakozás, de a szórakozásra tenném a hangsúlyt. Tudod, mi az egész családnak, ez egy egész estés film, ez egy nagyjátékfilm. Szász Attilának ez az első moziba készült nagyjátékfilme különben, úgyhogy íme még együtt megnézni ezt a filmet. Szerintem jó pár embernek ismerősen hangzik a neve, Tiffen is, ugye rögtön a tavaly is volt. A film. Szerelmi háromszögről beszélünk igazából. Kik szerepelnek benne, ugye? Tehát Szabó Kimmel, Tamás, Kerekes Vica, Tóth Bence tenném előre, egy végtelenül tehetséges gyerekről beszélünk, akivel egy álom volt dolgozni, aki a fiamat játsza. És jó magam, én, aki a férjet játszom, ugye, Vicca a feleségemet, és Tomi pedig az illető úriembert, aki ide belép. Az is igaz, hogy akkor, amikor ő megérkezik ebbe a történetbe, akkor én még nem vagyok jelen.
lássuk, hogy megjelenek, avagy nem jelenek meg. Nem csak titkot belőle, mert megjelenek. És aztán, hogy hova bonyolódnak a dolgok, ezt megint nem szeretném, még csak azok előtt sem lelőni, akik ma megnézik, hogy holnap a filmet, mert nagyon nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy amint túlkerültünk ezen a perióduson, és mindenki is szerencsésen jó, még egyszer mondom, vigyázzunk egymással, alkalmunk lesz ezt a filmet megnézni. Erről próbáltam beszélni a Facebookon. Igen, tehát szeretnétek volna elhozni az erdélyi mozikba a filmet, ez meghiúsult a járvány ügyi helyzetre való tekintettel. Nem mondanám, hogy meghiúsult. De kitaláltatok ti valamit, ezt mondd el nekünk. Inkább azt mondanám, hogy egy kicsit át kellett időzítenünk ezeket a dolgokat, de az nem azt jelenti, hogy nem készülünk, nem csinálok titkot belőle, annyira olyannak tartom ezt a filmet, amit érdemes megnézni, és ezt mind úgy látom, hogy közösségekben érdemes megnézni, esemény lehet ebből, hogy érdekelt vagyok ennek a filmnek a romániai forgalmazásában is. Ergo a tervek azok egy kicsit ténylegesen másképp néztek ki az egész nyáron, de ehhez alkalmazkodva a mostani helyzethez mondom azt, hogy nem az van, hogy kétségbe esünk, hanem az van, hogy felkészülünk. És arról szól az a Facebook bejegyzésem is, amikor minden olyan embert, aki élményt akar adni a közösségének, és úgy gondolja, hogy tenni is akar azért, hogy ez a filmot levetítődjék, a saját közösségében, és ez lehet kisebb, nagyobb. Én nagyon szeretném ezt a filmet például falvakba eljuttatni. Ergo mindenkit bátorítok arra, hogy az aprómesék@leventemolnar.eu e-mail címre jelezze ebéli szándékát, és akkor fogjuk megnézni, amikor egy kicsit ezen a zötyögős részén ennek a vírusnak úgy néz ki, hogy meg kell szokjunk élni vele, de amint megtanultunk élni vele, és biztonságosan tudjuk, össze tudunk gyűlni, a törvényi rendelkezéseket betartva, na oda készítenénk egy kis felkészülő listát, hogy hol vannak azok az emberek, azok a tetrekész emberek, hol vannak azok a közösségek, akik ezt a dolgot úgy gondolják, hogy az életükbe be szeretnék csalogatni, mert nagyon szeretnék rajtuk segíteni. Tehát aki a TIFF-en most nem tudja megnézni az apró meséket, akkor fogja látni, biztathatjuk azzal, hogy meg fogja tudni nézni a filmet. Biztathatjuk, sőt, arra is biztatjuk, hogy tegyen érte, jelezze ebéli szándékát, jelezze az az ember, az a polgár, az nem akarok szakmánként végigmenni, az a cselekvő ember, aki úgy érzi, hogy egy jó élmény lehetne a közösségébe egy filmvetítés, azaz aprómesék@leventemolnar.eu e-mail címre, bátorkodjon és írjon egy, románul is kint van ez a poszt, annyi az egész, hogy ott a povestmarunte@leventemolnar.eu címre kell írni. Köszönjük szépen, nagyon kevés időnk maradt, talán 30 másodperc, de röviden azért említsük meg, hogy a Krasznahorkai Balázs Hasadék című filmjét is várjuk. Mi nagyon várjuk, túl vagyunk az utómunkán, az a tavaly forgott, és ez megint csak Erdélyben is érintett, mert nagyon nagy része a filmnek, ugye fent Máramarosba forgattuk, ami egy külön élményt adott, főleg nekem mondjuk, de mindenki másnak, ahogy láttam, és nagyon várjuk annak a filmnek is az érkezését, amit természetesen jövőre a TIFF-en így szorítok, hogy meg tudjuk nézni. Addig is mindenkinek, aki most megnézi ezt a filmet, jó szórakozást kívánok. Azt hiszem, hogy minden benne van, ami egy filmben benne kell legyen. Hát köszönjük szépen Molnár Leventének, hogy Londonból bejelentkezett, és igazán sajnáljuk, hogy nem találkozhatunk idén a TIFF-en, de ilyen formában megtörtént a találkozás. Én is köszönjük sajnálom, szépen. De attól függetlenül megyünk előre. Puszilok mindenkit, vigyázzunk egymással.